Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat. A díjam témánként 4000 forint. És most visszatérek a kérdésre. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata. Megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható egy levél. Ez foglalkoztatja őt a gondolataiban, vagy ő akar írni neked, vagy arra vár, hogy te írj neki. Itt megjelenik a virágcsokor, ez lehet egy meghívás, ez lehet egy ajándék, egy jó hír, egy kellemes meglepetés. Én úgy érzem, hogy ő jelentkezik nálad, lesz egy meghívás, egy jó hír, és előfordulhat az is, hogy szeretne megajándékozni téged. Amit a virágcsokor még jelent, a te szépséged, nőiességed, egy szép környezet, vagy egy kreatív tevékenység, és ebben az esetben a levél lehet egy szerződés is. Vagy mindkettő egy jó hír, és azon kívül egy kellemes meglepetés és egy szerződés. Hogyan érzi magát? Nem túl jól, de ez nem veled áll összefüggésben, hanem a háttérben van egy másik nő. És ez a nő figyelgeti őt, és ez a nő hamis becsapja őt. Ez lehet a volt társnője, vagy a jelenlegi társnő. Lehet egy kolléganő is, vagy valaki a családból. De minden esetre itt látható a hamisság, hogy valaki becsapja őt, kihasználja őt, vagy hazudozik, figyelgeti őt. Nagyon-nagyon kellemetlen. És mit fog tenni? Itt látható, hogy hűséges hozzád. Megkapod az elismerést, mert felnéz rád, mert megbecsül téged, mert csodál téged, és a kutya az a hűséget jelenti, akkor is, ha itt a háttérben ez a nő megjelenik, mégis a képek azt mutatják, hogy hűséges hozzád. És mi fűz össze benneteket? A könyv jelentheti a tudást, hogy mindkettőtöknél megvan ez a bölcsesség, vagy tudtok beszélni bizonyos dolgokról, itt tanultok valamit, de a könyvek jelenthetik a zárkózottságot is, hogy ő zárkózott, nem beszél erről a nőről, nem beszél ezekről a nehézségekről, nem akarja azt, hogy elveszítsd a hitedet. Hogy azt gondolt, hogy megcsalt téged. De nem erről van szó, hiszen látható itt a hűség. De mégis nem meri ezeket a témákat kimondani, nehogy félreértés legyen kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!